híres nevezetes tiszai partfürdő májustól szeptemberig a Szegedi Ős és a Vendégek nagy játszótere. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják Szegedében. Szegeden nincs már boszorkány. Itt vagyunk. Köszönjük szépen. Üdvözlöm mindenkit. Hát, itt vagyunk, várjunk már. Itten vagyunk. Jó napot kívánunk mindenkinek, szervusztok, hellóka. Csoklom Éva néni. Garai Szakás László. Gedzó. Yes, yes. Ezt nem itt csináltuk vagyunk. Hamar? Később nem tudom, szoktuk, nem baj, most itt vagyunk. Megtapsoljuk saját magunkat. Mégis abból nagy baj nem lehet. Köszönjük szépen már most előtt. Meg kell törölni a... Ja, hogy nem látol. Ja, szemedet vagy a szemüvegedet, nem mindegy. Ez csipa, tudod, hogy van. Ja, hát előfordul az. Van egy kis tartalék reggelről, aztán... Így, később jól lehet. Azoknak jó, akiknek rosszak a fogai, vagy nagy kézak van közöttük, délutánra is, mit tudom, egy kis kókuszt, vagy valami, ami benne ragad. Azt még ugye elmajszolgatja az ember, egy kis répadarab, vagy valami kis mutatvány van benne. Fogorvosok nem annyira szeretik ezt. No, ma fogunk kicsit foglalkozni az NBA-vel, fogunk érettségizni. Én először, László újra. Nem csak vicceltünk igazából, ő először, én újra. A sorrend szóval, igazából teljesen mindegy, és az is, hogy ki mit és hogyan csinál ebbe a kérdéskörben. Mert hogy érettségizés lesz, hogy ezzel kapcsolatban mi miatt fogunk, és kivel fogunk beszélgetni, ez még most maradjon egyelőre rejtély. Jó az? Jó, nekünk már, a rejtély. Már a rejtély az jó. Nem tud, azt kérdezem, hogy ez jó. Hát most szereted a rejtélyeket? Én máshogy akartam ezt megkérdezni, a Mozizgatunk Podcast szempontjából milyen rejtélyekkel szoktatok foglalkozni? Most beszélgettünk az Érdekvédelmi Terület című filmről. Na, az egy rejtély lehet. Nagyon jót vártunk, és egy kevésbé jó, nem, egy közepesnél jobbat kaptunk. Nem tudom, hogy ezt hogy mondjuk-e. Mozizgatunk adásával meghallgatható a dolog. Borzalmasan nyomasztó film, tehát az utóbbi időben csak olyan mozizgatunkat vettünk fel, ahol ilyen életről lehozó filmeket ajánlgatunk, de mindenki nyugodjon meg. A Sándorral közösen hétfőre van időzítve, megtekintjük délelőtt 10-től délután 17:40-ig a Sátán Tangó című filmet, úgyhogy erről is lesz szó a következő mozizgatunkban. Mostaniban még nincs, de a következőben lesz. Várjál, ezt együtt nézitek? Ezt együtt fogjuk megtekinteni Sándorral. Akkor vedd már föl, légy szíves, ahogy nézitek. Az olyan már volt. Tehát, hogy ez, ugye, ez nem tudom, kinek mennyire van meg, hogy van egy ilyen felvétel, az meg van. De hogy ti ketten együtt. Ja, azt a 7,5 órát reelbe elnyomjuk? Hogy... Ilyen reakcióvideószerűen, hogy miket mondunk? Tehát lerakod a kamerát, hogy rögzítitek a izét, és akkor, hogy azt nézem, ahogy ti nézitek. Szép. Ebből volt egy ilyen teljes metaőrület, ugyanis két srác vette, ha már erről van szó, két srác vette, ahogyan nézik a Sátántangót. Egy szignált, adjál már ide. Most nem tudok kéz. Várj egyszer egy dolgot, tudod, hogy én csak egyszer egy dolgot. Jó, megvárjuk. Szóval, csináld, hogy... és aztán mondod. Jó. Nem, most mondom, mert elfogadom. Azért sem. Szóval, hogy fölvették ők azt, hogy ők nézik a Sátántangót, majd fölvettek egy videót arról, hogy nézik azt, hogy nézik a Sátántangót. Na, az a teljesen hülye. Az mi? Ahhoz már mennyi hülye? Ennyire kell hülyének lenni 10-es skálán, hogy az ember saját magát nézze, hogy egy 7,5 órás filmet végignéz. Az kész káosz. És az egész, úgyhogy mi csak simán nem fog megcsinálni, mi csak simán egyszerűen megtekintjük a filmet. Sándorról már bekészítettünk mindenféle, vagy megbeszéltük, hogy bekészítünk mindenféle hideg élelmet, bármi lehetséges ezen a hétfői napon, úgyhogy mi most ezt elrádoztuk, úgyhogy majd kiderül, hogy mi lesz a vége. Ez a jövő hetibe, az idejébe, vagy az e-hetibe pedig a például beszélünk. Sándornak majd, ezt gyorsan elmondom. Okay, Sándornak van egy 4 perc, 19 másodperces fellépése. Egy kritikai megfogalmazása egy most romantikus vígjáték, nem mondom el a nevét, tessék megnézni a mozizgatunkat, arra egy romantikus vígjáték, amit nekem már megnézze az előzetes, és már attól kifordul a beled körülbelül, de hogy így, és nem azért megundorító, hanem egyszerűen ez a borzalmas gej nyáltenger, és így Sándor megnézte, mert ő egy ilyen mazoista állat. És hát 4 perc 19 másodpercben, mondta, hogy szabályozom, mert képes egy órán keresztül okádni magából a hülyeséget,
És mondta, hogy szabályozom le, úgyhogy 4 perc, 19 másodperc, hogyha jól emlékszem, ennyi idő alatt sikerült ezt a filmet olyan szinten a földbe döngölnie, hogy ez azért ritka. Úgyhogy érdemes ezt a részt, ha más nem is ezt a részt, ezt a 4 percet megnézném most a mozizgatunkból, mert azt esküszöm, hogy ezt így kívásolom valami real videóba, vagy valahol még megosztom. Itt van. Itt van a Sándor, ott fejti meg, de nem. Ne nézzük meg együtt ezt a 4 perc 19-et? Ne nézzük meg, jó. Mert ezt meg kell ott nézni a YouTube-on, meg meg kell hallgatni a Spotify-on, vagy a SoundCloud-on, vagy az Apple Podcast-on, vagy bárhol is, ahol ez van. Közben még gyorsan, még miatt telefonálnánk, azt elárulom, hogy voltunk Debrecenbe. Debrecen nagyvárat túrán voltunk, kérem szépen. Debrecen, mint volt. Mikor megy az ember Debrecen fel, és ott ugye hát építik ezt a csodálatos akkumulátorgyárat. De várjál, a 47-esen közelítettetek? Így van, így van, 47-esen. Várjál, akkor itt megint nyitok egy záróját. 47-es út, ami hát egy ilyen számozott effekt. Nem tudom, hogy a főútnak minősül a két számos út. Abszolút főútnak minősül. Tehát várjál, megmondom, hogy mire gondolsz. A Berettyóújfalu fölötti szakasz egészen Hajdú-Bihar megyének a nem tudom, valahogy Csökmőig. Mit kéne arra gondoljak? Ugyanolyan szar, mint a Békés-megyei szakasz? Mert ugyanolyan. Nem, annál rosszabb. Rettenetes. Tehát, hogyha az ember, tényleg van az van a 67-esen ez, amikor megy az ember, és akkor ugye, hogyha rámegy arra, itten, tessék nézni, itten van. Itt de várj, ez a 67-es. Ez a 67-es út. És akkor ottan mennek, és hogyha az ember rámegy egyik kerék, és 80 km/h halad, azt hiszem, hogy 80-nal kell menni. Akkor republikuzik. Akkor 67-es úton című dal, ezt ottan le lehet játszani. Nem tudom, hogy milyen teljesen absztrakt művészet az, amit a 47-esen lehet leolvasni erről, ugyanis az emberből szart is kirázza, mire odaér. Tudod, mi és az igazi, ki sem tudom mondani. Igen, absztrakt. A művészet. Hogy van két védakapu egymástól körülbelül 200 méter távolságra. Hát én 100-at mondtam volna, de igen. De lehet, hogy 100 méter. Tehát van két védekapu, amit gyakorlatilag ugye közre fog egy kereszteződés így, hogyha Szeged felől megyünk Debrecen felé, akkor jobbról egy kereszteződés, és előtte utána egy védekapu. Tehát, hogy ott így mit akar a belügyminisztérium? Igen, igen, oda ki kéne vinni a középvizsgálatokat, hogy a költő, itt mire gondolt itt a költő? Mert hogy ott, hogy itt mindent megmérnek, ott a vércukrodat is átmész alatta, akkor meg vagy. Szóval egyrészt borzalmas, még azt kell mondjam, hogy a mi vármegyénkbe még egész istenes a 47-es. Tehát, hogy egész jól lehet haladni itt a vásárhelyi elkerülő, meg még utána, még egészen azt mondom, hogy ilyen aszfalt jellegű történetek vannak. Utána viszont az a fickó, aki föltalálta a Tetris, valószínűleg ő csinálta az út maradék részét, mert mindenhol van egy kis tódás benne, egy kis, és többféle színben is, tehát nem az, csak így leaszfaltozunk így valamit. Kicsit sötét szürkép, kicsit kopottas, van egy kis vöröses van. Csodálatos. Igen, és az a szép benne, hogy tehát ilyenkor így megpróbálod kivédeni azt, hogyha egyedül autózol, akkor így bemész középre, hogy ne tett tönkre az autót. Tehát, hogy ne menjen egyből tönkre az autó, tehát hogy még vissza is tudjál vele adott esetben jönni. Igen. De tehát ez az úton nincs esély rá, tehát ez nem működik. És nem száguldozni akar az ember, csak hát, hogyha már lehet 90-en menni, akkor csak azt próbálná meg, de... Igen. Hát ahhoz azért ügyesnek kell lenni. Na mindegy, szóval elmentünk ebbe jó Debrecenbe, ottan, ahogy megyünk a 47-esen, ott épül az akkumulátorgyár, ugye lehet erről hallani a hírekben, hogy ott a Mike Percsiek, ezt nem különösebben szeretnék. Az bocsánat, az Mike Perks. Oh, sorry. Mike Perks, oké. Okay. Szóval, hogy ők azt nem nagyon szeretnék, de egy akkora gyár épül, nem tudom, hogy majd itt a BYD mit fog majd mondok tudni. Már két mondatot, de fejezd be. Hogy ilyen, tehát magasságra is, nagyságra is, és messze volt az úttól. Tehát, hogy nem közvetlen a közelében volt, hanem hogy úgy beljebb volt egy jó 500 méterre, de iszonyat. Én nem tudom, mekkora akkumulátorokat fognak csinálni, de ilyen lehet, hogy óriásoknak az autóiban, vagy nem tudom, mibe gyártják, de hogy... Hát vagy sok kicsit. Egyszerűen. Vagy nagyon sok kicsit, és sokat fognak elrakni, raktározni, de iszonyat nagy gyár épül. És Debrecenben olyan sok mindent nem csináltunk, Isten igazából, hanem hogy átmentünk Nagyváradra. Na, kérem szépen. Oda Nagyváradon... autóval mentél, vagy vonattal? Mert? Nem, autóval mentünk vonattal. Szóval, hogy autóval mentünk, és igen, autóvlakoztál? Van olyan kifejezés? Igen, az az autószállító vagonnak hogy mondjam, a vasútbarát autóvlak. Nem tudtam. Tessék, itt van egy mintapéldám. Nem rossz, egyszer kitóban. Tehát fölállsz, és akkor... Megyen. Igen.
Te meg beülsz, ma is tanultam valamit. Nem tudtam, hogy ez a neve. Szóval, hogy nem ezzel mentünk, hanem simán autóval. Odafelé még nem is volt baj, megnézték a úti okmányainkat, ami leginkább a személyigazolvány, és akkor átértünk. Megnéztük ezt a Nagyváradnak. A főterem egészen szépen fel van újítva, ott van egy ilyen sasszálló nevezetű csoda, ami hát ilyen cececista, mint itt Szegeden egy jó pár épület, és akkor ott a környékem egészen szépen meg van csinálva, tehát az jól néz ki. És mi folyik ott át rajta? Sebes-körös? Talán? Várjál, mindjárt nézed meg, ott a folyó, ami átmegy rajta. Jól néz ki, viszont érződik rajta. Én a Szamoson tippeltem volna első de lehet, de nem tudom, nézd már meg, legyél kedves. Szóval, hogy... Ne, a Sebes-körös partja, igen. Köszönöm. És akkor... És ne, akkor a ott Szamos az föntebb van. Az ember ott megy, és akkor ilyen 1900-as a évek... A Szatmár-Németi, igen. Elejé épület, de jól néz ki, omladozik, meg mit tudom, de jól néz ki. Mellette hasonló. Majd a következő épület, hát nem is tudom, biztos van erre valami kifejezés az építészetben, egy ilyen nagyon szoc épületet oda csűrtek, de ez a márványból megcsinált 60-as évekbeli borzadály, majd megint egy ilyen épület, ami ilyen szép, egészen normálisan kinéző, bár nem is jó állapotban, majd megint egy ilyen szoc valami, és akkor ott abban próbálnak valamit csinálni, és hát a nagy kedvencem, ez szerintem valószínű, hogy így a kommunizmus iparművészetének a szüleménye, azt gondolom megvan, amikor ilyen mozaikból van kirakva valami rettenet. Tehát, hogy a dolgozó paraszt délben, az ott meg van csinálva mozaikka, ki van rakva ott valami. Hú, de szép. Na, úgyhogy ottan megnéztük, ott építettek valami templomot, ami inkább hosszában magas, mint szélesebb, mint keskeny. Azt is megnéztük, szép volt, úgyhogy sok mindent nem mentünk az ilyen nagyon, nagyon be a helyzetbe, de ez még csak nem is volt mutatvány. Megnéztük Nagyvárat, nem voltunk még, megnéztük. Beszélnek ott magyarul, bemész bárhova, akkor jó napot. Az egyébként megvan, hogy a Nagyvárad az első vidéki magyar bajnok foci csapat? Tényleg? Aha. Na, már most a második, amit megtanultam már. Egész informatív ez most ma. Szóval, hogy na jó, ottan okay, megnéztük, igen. És akkor majd jöttünk volna visszafelé, és akkor a GDP elvitt minket másfelé, és Létavértesnél léptünk volna át a határon, és ott ugye, hát mivel, hogy itt ez nem úgy van, hogy Schengenileg vagyunk, hogy nem kell semmilyen papír vagy semmi, hát ott is elkérték a személyigazolványt. Amivel ugye nincsen különösebben probléma, hiszen van mindenkinek érvényes személyigazolványa, aki a kocsiban ült, odaadtuk a rendőrség feliratú kabátos férfinak, akinek nem volt teljesen tiszta a tekintete. Ez egy picit már ott a nullánál kicsit megzavart minket, és utána jött a kérdés, hogy forgalmi, és mondjuk, hogy hát... Igazából Magyarországon nem kell forgalmit magadnál tartani. Igen, ám, de most nem Magyarországon vagyunk, mondta ezt a magyar rendőr. Úgyhogy forgalmit el szeretne kérni. Hát nem volt nálunk a forgalmi, nem a mi kocsinkkal mentünk, nem volt ott a forgalmi. És hát... És akkor le akarta kapni a rendszámot? Vagy mi nem, hanem azt mondta, hogy menjünk át ott, ahol jöttünk, mert lehet, hogy ott hagytuk. Mondtuk neki, hogy nem hagytuk el, hanem nincs itt. Tehát, hogy otthon van a emberünknek, a debreceni lakosnak otthon van a lakásában az a történet. Mondta, és olyanokat mondott, hogy őt a főnöke megcsinálja hátulról, meg ilyeneket mondott. Akkor már éreztem, hogy valami nincs teljesen rendben. Valószínűleg ittas lehetett a mi emberünk. Valószínűleg majd valami kábítószer hatás alatt, vagy nem tudom. De én visszaküldött minket, úgyhogy mi ott az autópályánál közelítettük meg. Ott annyit sem mondtak, hogy fapapucs, megnézték az igazolványokat, jó estét, viszontlátásra, és akkor átengedtek minket. Úgyhogy tettünk egy plusz kanyart még ott. A legjobb, azon kívül, hogy olcsóbb a benzin kint, mint nálunk, annál már csak egy szebb történet van, hogy állítólag, ezt mondták ott a debreceniek is, hogy átjárnak építőanyagért és ilyen típusú dolgokért. Tehát mindenféle, ami építőipari felújításhoz bármihez kell. Tudom, klímáért. Olcsó, akár klíma is lehet ez. És hogy ilyen típusú boltból, hát nem akarok hülyeséget mondani, de hogyha 25-öt nem láttunk, akkor egyet se. Tehát, hogy ezek rá van ott épülve, cserébe az összes ház, ami van, az felújításra szorul. Tehát van nekik boltjuk, meg áruljuk is. Csak eladják nekünk. Csak már pénzük nincs nekik felújítani, úgyhogy inkább eladják nekünk ezeket a mindenféle dolgokat, és abból volt a legtöbb. Tehát ez ugye, amit amikor mesélt egyik ismerősöm, hogy volt Madagaszkáron, vagy nem tudom, hol mentek, valami üzleti történet volt, és hogy ott a Free Shopban nem csokoládé volt meg parfüm, hanem hűtő, meg mosógép, mert hogy ott, hát az ott valahogy ott van, arra van szükség. Úgyhogy... Ja, kicsit fura volt, de visszatértünk, úgyhogy megnéztük Romániának ezt a részét, ami, mondom, ott mindenki beszélt magyarul, a
srác, aki kiszolgált minket meg, tehát hogy benzinkúton, tehát hogy mindenki értett, amit mondunk. Jó, nem mentünk azért mélyére a területnek, de hogy azon a részen még azért bőven beszélünk magyarul. Érdekes tanulmányút volt, azért maradjunk annyiba. Mind akár a magyar utak állapota, akár a határellenőrzés, akár a kint lévő dolgok, bármi is, úgyhogy megérte ilyen tanulmányokat tenni. És én csak azt tudom javasolni azoknak, akik ugye nem szoktak így Magyarországon belül mászkálni, hogy érdemes oda is mindenképpen ellátogatni, körbenézni, hogy mennyire másabb Szegeden lenni, mint máshol Magyarországon. Na, ez csak így zárójelben. És akkor érettségizünk? Igen. Szeretné, vagy akartam valamit mondani a... Nem, egyrészt egy mozizgatunk szignált akartam volna már legalább 6 perce, meg valami effektet is érdemeltél volna itt ezért a... Ez jó lesz. Mi ez, hagymásbab? Nem, krumplis hal. Na például, vagy... A biztonsági rendszer. Cirkumveniáltam. Például azt is lehet csinálni, sőt, még lehet, itt is van valami izgalmas. Mozi, mindig csak a mozi! Na, tessék, el is lettünk verve. Milyen? Mi ez a hülyeség? Ez most az új hullám? Hát ne viccelj már, macska fúgott azonnal. Ja, és akkor gyorsan itt, akkor még itt is elmondom egyszer, hogy tessék figyelni, mert a gyaloggalop és a Brian Életet című filmeket vetítik a moziba, a belvárosi moziba. Várjál már. Hop-hop-hop, ugye? És akkor ezért mondtam, hogy ilyen filmeket el kell kapni, én ezt honnan láthattam volna a moziban, amikor még meg se születtem, amikor ezeket megcsinálták. Úgyhogy belvárosi moziba gyaloggalop, meg Brian Élete egy hét difivel, tehát ez azt hiszem, hogy talán március 23, hogyha oda mész, hogy mozifilmek, akkor ott segít. Ott még följebb, és akkor ott mozifilmek, és akkor ott ki fogja neked mutatni mindjárt, hogy ott a tekered, és akkor plakátról meg fogod tudni. Ó, Brian Élete, nagyon jó. És akkor ott vetítési időpontok, arra ráklikkelsz, és akkor ki is adja. Nem ír ki, ezért. De ott, a úgyis jó. Na, mit ír? Március 23. Na, 23, és akkor vagy előtte héten, vagy utána héten a gyaloggalop is van. Úgyhogy hajrá! Én mind a kettőt meg fogom nézni. Mondtam a Csomán Sándor, aki még nem látta a gyaloggalopot. Na most várjál! Hallod? Várjál! Hallod? Tehát... Itt hagyok időt mindenkinek. Oké, okay, akkor most nem látta a gyaloggalopot. Ezt mondd el még egyszer. Tehát Csomán Sándor férfi... Bocsánatot kérek mindenkitől. Bazd meg! Hogy? Hát hogy nem látta valaki a gyaloggalopot? Ilyen nincsen szerintem. Nem lehetséges. Úgyhogy Sándornak ez most feladat, és mondtam neki, hogy nem elém üljön, hogyha szeretné, mert én a halálba tudom kergetni a feleségemet azzal, hogyha olyan filmet nézünk, amit én már láttam, és tudom, hogy majd most legutóbb ilyen volt a Vörös Zsaru, újra néztük, Vörös Zsaru óriási hülyeség, és így néztük, és én már mondtam, hogy mikor mi fog lenni, a feleségem mondta, hogy még egy jobb betűt mondasz, itt kész, vége van. Itt soha többet nem nézek veled filmet, úgyhogy nem lehet, hát olyan filmeket... Március 16-án lesz a gyaloggalop. 16-23, tessék akkor ezeket beírkálni. És már vannak rá foglalások, úgyhogy időben nem árt. De tényleg, tehát, hogy mikor ezt tudja az ember, hogy most akkor mit fog mondani a fekete lovag, meg hogy milyen az antalomi szent kézigránát, és ezeket, hát... Olyan nincs, hogy ezt így nem mond. Hát ezeket tudod. Ja, Istenem. Meg hát a Brian Élete is. Dobjátok le a padlóra. Van neki egy felsége is. Fogtisszima, Fingus. Na szóval, hát ez a két gyönyörűség, ez lesz a moziba, úgyhogy ez beír a naptárba. Mindig csak a szex meg a szipó. Azaz. Ez ki? De még a szinkron is zseni. Jaj. Jó, úgyhogy gyaloggalop meg Brian Élete a belvárosba. Oké, szerintem ennyi elég volt már a mozizgatunk keresztpromokból. Telefonálja. Telefonálunk, méghozzá Csőke Boglárkát fogjuk hívni, méghozzá annak kapcsán, hogy van egy olyan történet, hogy érettségiz velünk. Történet, hogy most kicsit ezt így újra fogjuk értelmezni, és akkor én már hívom is, reméljük, hogy rendszeren is rajta vagyok, meg... De most nem tesztelted? Mit? De hogy nem, én mindig tesztelek mindent, csak nem biztos, hogy mindig sikerül. Na? Hopp, most eldobta a rendszer, vagy... Halló? Nem, itt vagy. Halló. Gedzó és Garai Szakás László Szeged Podcast, vagy már benne csak nem csörgött ki, vagy nem tudom, valami történt. De itt vagyunk. Hello. Igen. Kapsz is a bértapsolót, hogy csodálatos tapssal indulunk, ahogy ezt a tévében szokták ott mondani, kis tapsból indulunk. Szerbusz! Ilyet no. Mondanak a tévében? Állítólag, én egyszer voltam tévében, és akkor ott volt ilyen. Mondták. Hol vagyunk most?
Hát most a tévében vagyunk, csak most nincs közönség. Tehát, hogy vagy van, csak nem élőben van. Mindegy, oké, ez jó, szóval ez kicsit ilyesmi nem lesz, igaz, erre készülj. Péter néz minket. Péter nézel minket, ugye? Péter nézel minket? Akkor te kis tapsból indulsz, bár nem hallunk, nem hallunk téged. Teljesen mindegy. Oké, összezavarodtunk most már teljes mértékben. Érettségiz velünk a projektnek a neve. Mesélj nekünk erről, hogy ez mi történik, mikor történik, kinek van ez, hogy és mint történik. Jó, hát nagyító alapítvány önkénteseivel a szeretnék meg másodszorra, vagy adtuk be másodszorra az Európai Szolidaritási Projektet, és sikeresen megnyertük. Tavaly egy olyan folyamatunk volt, hogy 11. 12. eseket kértük fel arra, hogy jöjjenek a csapatunkhoz, lelki egészséget biztosítottunk nekik, vagy egész pontosan mentálhigiénis gyakorlatokat tartottunk, amivel tudták kevésbé stresszesen megoldani az érettségit, és hát értelemszerűen ez nem csak az érettségi időszakára szólt, hanem azon túl az életbe is. Akkor idén ezt egy kicsit továbbfejlesztettük, úgyhogy mentorképzést szeretnénk elindítani, egy ilyen csoportvezetői képzést, amivel rövid távon az ezt jelentkezőket szeretnénk szintén lelki felkészítésre segíteni, ha stresszkezelésre, időmenedzsmentre, sok ilyen egyéb apró trükkökre az életbe, és akkor utána hosszú távú célunk, hogy ezekből a mentorokból lesznek olyan csoportok, akik az érettségizőket készítik fel, lelkileg az érettségire. Aha. Oké. Okay. Na most, amikor én érettségiztem, az nem most volt. Nálunk abszolút nem volt ilyen mutatvány, és nem tudom, hogyha lett volna, akkor az így jobb lett volna, vagy nem. Az tény, nem tudom, mindjárt Lászlót is megkérdezzük, ő is körülbelül akkor érettségizett, mint én, csak kicsit korábban, hogy azért bennem volt egy ilyen zabszám sztori. Nálad hogy volt az érettség? Te izgultál érettség előtt? Hát két része bontanám a kérdést, mert hogy egyrészt ugye volt az írásbeli, meg a szóbeli érettségi, az így hasonló a mostani állapotokhoz is. Igen. De például a matek érettséginél, amikor beültünk, az elején így nagyon izgultam, majd megkaptam a tételsorokat, ez 1997-ben volt, állítólag az volt a legnehezebb matek érettségi még a régi rendszerben, és utána köszönöm szépen. Igen, szép. Utána meg már ez így teljesen megváltozott. De a lényeg az, hogy megláttam a feladatsorokat, tudtam, hogy 16 pont a kettes, és akkor fontos tényező. Volt két feladat, ami így 16 pont. És megcsináltam hibátlan, tehát ilyen egyenletes valami volt. Kijött az elnézés, minden ilyesmi. És akkor 16 pont, megvan, és akkor így hátradőltem. És akkor így szép idő volt, így nézegettem ki az ablakon, meg így leraktam a tollat, meg te ilyenek, erősen a kettesre mentél. És így, és akkor kérdezték a felügyelet tanárok, hogy de hát mi van? És akkor mondtam, hogy leérettségiztem. Megvagyunk. Megvan a kettes, biztos ez a két feladat, ez helyes, kijött a megoldás, és akkor én most egy kicsit így pihenek. És akkor nem is csináltad tovább? De, és aztán négyes lett, két pont kellett volna az ötöshöz, négyes lett a matek érettségi, de akkor ott így felszabadult bennem egy ilyen... Tehát megvolt a kettesod, és akkor ott már leesett az. Hogy oké, ez így megvan, most már ezzel így rendben vagyunk. A szóbeli az egy kicsit így más volt, ott érdekes módon egy kicsit jobban stresszeltem is, és izgultam, de tehát amiből kellett szóbelizni végül is, azok is rendre megrettek négyes ötössel, de mondom, az írásbeli az például így zajlott nékem matematikából. Oké, Bogi, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Ez így kell az embereknek most jobban? Én válaszoltam jobban. Egyébként, amire válaszoltál, kellett volna. Teljesen jó volt, teljesen jó. Hogy ez így szükség van most jobban mondjuk, mint amikor mondjuk mi érettségiztünk a gyerekeknek, több impulzus éri őket, és akkor ez miatt kell, hogy ők egy kicsit lemenjenek így alfába? Azt gondolom, hogy mindig is szükség volt erre, de hogy nem volt rá lehetőség. Most pedig az a jó, hogy van erre lehetőség, és hogy tényleg
ingyenes, meg lehet ragadni ezt az alkalmat, hiszen a csapatunk az azért van, hogy amit mi átéltünk, azt szeretnénk, hogyha ők nem élnék át. Szeretnénk, hogyha tudatosodna bennük, hogy oké, hogy érettségi, van tétje, főleg azoknak, akik mennek egyetemre, de nem életük legfontosabb dolga. Arról is igyekszünk megtanítani majd a résztvevőket, hogy tudják a kudarcot kezelni, tudjanak a hibákból tanulni, és haladni tovább, és az a rengeteg bélyeg, amit a társadalom, a tanárok, a szülők, vagy a saját elvárások tárnyomnak az érettségére, ez így oldódjon. És arra fókuszáljanak, hogy ez most egy akadály, le kell tudni győzni, és le lehet győzni. Hát bárki a csapatunkban, aki ott van, az mind leérettségizett már, és túl vagyunk rajta. Oké, az első ilyen kérdés az, hogy milyen típusú gyakorlatok vannak, amiből ezt így lehet egy kicsit kiiktatni, az, hogy ne legyen ideges. Aki valamilyen szinten is jártas a trénerkedésbe, akkor tudhatja önismeretet, segítő játékok, közösségépítő, ilyen különböző gyakorlatok, játékokon keresztül tudnak a résztvevők figyelni önmagukra, hogyan küzdenek meg egy problémával, milyen konfliktus kezelési lehetőségek vannak, vagy éppen az adott személy milyen jellem a konfliktusban, és hogyan tud érvényesülni, vagy hogyan nem tud érvényesülni. Aha. De akkor ez nem különösebben szülőbarát, vagy ezt hogy gondolod, mert hogy mondtad, hogy azért a szülők is azért tesznek rá jócskán a gyerekekre nyomást. Igen. Hogy a szülők ebben mennyire partnerek ebbe az, hogy a gyereket elküldjék egy ilyenre. Miközben ők otthon sokkolják őket, hogy már pedig édes gyerekem, hogy nem mindenből ötösre értségizze, agyon váglak, és nem fogom fölvenni a jogi egyetemre, és a többi. De közben meg az így nem volna baj, hogy a gyereknek azért pszichésen egészséges maradna a végére. Hát én a hétköznapokban tanárként vagyok jelen, az egyik iskolában tanítok, és ott nyilván találkozott mindenféle fajta nézettségű szülővel, de sokan vannak úgy, hogy támogatni kell a gyerekeket, és azt gondolom, hogy még viszonylag új keletű dolog, hogy igazán foglalkozzanak a diákok vagy a fiatalok lelki egészségével, de ezek az apró lehetőségek vagy mozgalmak, ezek segítik azt, hogy el is higgyék, hogy igenis kell, igenis segít, és a jövőben a gyereknek, a fiatalnak a jövőjében megalapoz egy olyan dolgot, ami a siker felé. Egyébként, hogyha már erről így beszéltünk, akkor az egyszerűség kedvéért így mondom, hogy inkább a jó tanulóknak van szüksége rátok, vagy a gyengébb tanulóknak. Tehát elsősorban azoknak szól ez a dolog, akik tényleg a lehető legtöbb pontot akarják magukkal vinni az egyetem felvételire, vagy pedig inkább azoknak, akiknek az a lényeg, hogy valahogyan görbüljön ez a dolog, vagy ezt így igazából nem is lehet szétválasztani. Én szerintem nem lehet szétválasztani. Azt gondolom, hogy mindenkinek szólhat ez, és pont az a jó ezekben a gyakorlatokban, hogy itt nem kell különbséget tenni, készséget, képességet, beli különbséget tenni. Egyszerűen eljönnek, és a gyakorlatok keresztül mindenki a saját tempójába, a saját szintjébe fog fejlődni. És aztán tudnak arról beszélni, hogy adott játékon, az gyakorlatban mit éltek meg, mit tanultak belőle. Lehet, hogy valaki egy apró dolgot tanul meg, de lehet, hogy valaki megérti a működését, hogy mit, hogyan szokott csinálni az egyszerűen. Van bármilyen típusú létszámlimit nálatok? Csoportos foglalkozásnál az ilyen ideális a 15-20 fő. Mi a 20-at szeretnénk meghatározni, hogy az egy ilyen felső limit, de ha véletlenül 21-22-en jelentkeznének, akkor nyilván az felett.
Uh-huh. Jó, és akkor benneteket meg lehet találni a Facebookon, az biztos. Igen, az érettségi velünk, hogy érettségi velünk oldalán, elég aktív Facebook életet élünk, most már is az Instagramon is vagytok. Jó, kicsit szakadozik a vonal. Igen, most egy kicsit nem jó volt a vonal, pont a lényeget. Bementél volna valami pincébe. Nem hallottuk rendesen, de a lényeg az, hogy a Facebookon és Instán is utol tudtok érni titeket, aki szeretne megtalálni. Oké is. Frankó, és akkor a következő ilyen dolog az valami március elején indul, ugye? Igen, március 2-án fogunk tartani egy szombati napon egy ilyen napot. Itt már várjuk a jelentkezőket, és akkor el tudnak jönni, semmi elköteleződéssel, meglátják, hogy milyen ez, hogy mit szeretnénk, mi a célunk, mit akarunk elérni, és akkor utána kapnak egy pár gondolkodás időt, és akkor eldöntjük, hogy betlakoznak-e a csapat. Vagy nem, megint csak itt elmentél kicsit, itt vagy még? Itt vagyok. Oké, csak kicsit szakadozik itt a vonal. Oké, hát akkor mindenkinek, aki elfelé irányultsága van, akkor azt irányítjuk most akkor az érettségiz velünk Facebook oldalra, illetve Instára, és akkor ott föl is tudja váltak venni a kapcsolatot is, igaz? Sőt, itt van egy e-mail cím is. Jó van, hát akkor sok sikert kívánunk, meg akkor hát egyiküknek sincs most érettségiző gyereke, úgyhogy ebből mi most kimaradunk. Mi meg már letettük, tehát hogy most független attól, hogy László elmondta, hogy ő is leérettségiztem, bármilyen hihetetlennek tűnik, én is leérettségiztem. Úgyhogy köszönjük szépen, és akkor sok sikert, meg kitartást kívánunk. Jó. Mi meg várjuk szeretettel az érettségi állókat, meg az egyetemi strákat, hogy fejlődjenek velünk. Oké. Bogi, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Hello. Szépen. Sziasztok. Hello. Csőke Boglárkát hallottuk. Nótát akkor Facebookon, illetve Instagramon érettségiz velünk megtalálható, és akkor ott lehet csatlakozni, hogyha úgy van. Nem tudom egyébként, én is ilyen parázós voltam. Nekem van egy ilyen vizsga... Na, mit találtál? Én meg nem csak parázós, hanem kényszeres is vagyok, és itt így kilógott egy kicsit, és akkor az jó, úgy okay. Megháborodtam tőle okay, majdnem. Okay. Szóval nekem, én az a típusú vizsgázó vagyok, aki gyakorlatilag úgy nagyon nem nagyon parázik előtte. Egy nappal előtte viszont a létező minden bajom van. Tehát, hogy úristen, meg fog bukni, nem fog sikerülni, nem tanultam, ezt még át kellett volna nézni, ezt még nem csináltam meg, sokkal korábban kellett volna elkezdeni a felkészülést, és akkor ezer ilyen dolog így átpattanajtam, biztos, hogy valami tuti szartételt fog húzni, és nem fog sikerülni, és hát beinge kijön, akkor már inkább elkezdem nézni, mikor van pótérettség, tehát, hogy tehát ez a para, ez tart addig, amíg ki nem húzom a tételt. És akkor ott így valami így átvált. De ugyanez volt jogosítvány szerzésnél is, tök mindegy, bármilyen vizsga helyzet. Kihúztam a tételt, jó, leültem, és akkor megcsináltam. Vagy odaadták elém a papírt, vagy mit tudom én, és akkor megcsináltam. És akkor így az esetek 90%-ában azért kétszer buktam meg kresszen, azon kívül mindebből mindig átmentem mindenre. Úgyhogy érettségit is, én is négyesre érettségiztem matekból. Szóval, hogy így megvolt minden elsőre, tehát nem volt ilyen bajom. De mondom, tehát előtte én azt gondolom, hetek előtte, hogy mi van, érettségi, gyere rám, semmi. Majd előtte nap, Jézus, Úristen. Én meghalunk. És akkor, amikor kihúzom, megint így lemegyek, így kizárok mindent, és akkor megcsinálom. Általában azért megugrom a dolgokat. Szóval neked akkor így volt. Szóval kettesnél már hátradőtt, hogy... Igen, ott mondom, meg kicsit így pihentem. Még kicsit oda is szólt, hogy mi van, na? Ennyi volt. Időt mértétek? Na, ennyi. Nem, ideig azért nem. Tehát ekkora elnézős, így mondom, pofám sose volt, de, uh-huh. De igen, tehát nekem zseniális volt a történelmi érettségim, szerintem azt meséltem, 56-ot húztam, október 23-át. De azt meséltem annak idején, amikor itt az 56-os sztorikról, tessék azt visszakeresni, jó? Volt ilyen. Izgalmas volt, semmit nem tudtam. De aztán végül is történelmi sikerült leérettségizni egy pótétel húzásával. Így nem lett ötös, hogy nem mondjam. Tehát, hogy azért ott az engem meg lehet fogni, hogyha még úgy vagyunk. Jó, hát hívjuk-e fel az Adrit? Hát persze.
Te hívod, vagy én hívom? Most hívja te, ha így benne vagy. Nagy telefonokat. És bármilyen jó minőségű volt most az előbb a vonal, lehet, hogy inkább... Te akkor cseréljünk? Lehet, hogy inkább rád bíznám ezt a... Akkor gyere le. Igen, az a baj, hogy nekem itt valami még rácsatlakozott. Lehet, hogy a Paks 2 rácsatlakozott, és akkor így én legyövök most erről, jó? Inkább mennyire eltem ebből. Igen, köszönöm. Az úr hangja is megmondja, mi a helyzet. Tehát nincs itt gond. Szóval, hogy történik az, hogy valamit akartam mondani az Adri előtt. Ja igen, Adrit akarjuk hívni, de közben visszakapcsolom neked, mert különben az élben nem fogják valamit mondani akarsz. Jó, oké. Okay. Oké. Okay. Szóval, hogy Adrit hívjuk, ugyanis furcsa dolgok történnek a szeged.hu szerkesztőségében, jól mondom? Hogy nem, így... nem, ezek teljesen természetes és normális dolgok. Akkor minek posztogatod ki a Facebookra? Mert érdekes. Na ugye, tehát akkor érdekes dolgok történnek a szeged.hu házatáján, úgyhogy most mindjárt Várnai Adrit megkérdezzük, hogy mi történik. Hello, hello! Hello, mi folyik így Gyöngyösön? Jó napot kívánok! Szeged Podcast! Várnai Adrit, hello, hello! Jó, megtapsolunk téged, most egy ilyen fél tapsot kaptál csak. Szóval... Fél tapsot, na jól kezdődik a beszélgetés. Itt nem vagyunk. Tudjuk, hogy szeretsz ajándékot kapni, aztán múlt héten megbeszéltük. Szóval, hogy... De nem is csak a szeretet, hanem a, hogy mondjam, a méltó feldolgozás is. Méltó feldolgozás? Hát igen. Tehát, hogy így jól meg tudja élni azt, ja, hogy... Igen. Tehát... Na most... Tényleg. Át tudja venni, és a többi. Tehát ezt ahogy is kell, így. Ahogy kell. Oké. Igen, mert az emberek nem tudják, hogy ezeket a pici dolgokat is észre kell venni, meg kell becsülni, csak hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Igen, na. Örülni kell neki. Gyors... Ezért, figyelj, az állam is gondoskodáspolitikát vezet, érted? Tehát ő gondoskodik. Jó, hát a lényeg megvan. Mi meg gondoskodjunk egymásról, vagy magunkról. Igen, ez egy jó ötlet, különben az életben nem lesz velünk semmi. Gyors kérdés, te érettségi ügyekben, te mennyire voltál izgulós? Mennyire érettségi? Nem? Érettségi. Mi volt? Mesélj. De ez most, jaj Istenem, már aktuális? Ne idegesíts, mert csak rágondolok, már megyek a WC-re. De egyébként aktuális. A szótól összerándul a gyomrom. Tehát az érettségi kapcsán beszélgettünk itt előtted korábban, arról, hogy milyen érettségizőket segítő új kezdeményezés indult, és akkor tanult kollégám ennek kapcsán érdeklődik nálad, hogy veled mi a túró út. Köszönöm szépen, így van, ez volt. Hát engem is megtámogathattak volna, tehát retteretes, Jézusom. Tehát engem azzal nem lehetett megnyugtatni, hogy ez már mindenkinek sikerült. Még a hülye gyerekek is átmennek az érettségig, tehát hogy ez engem nem nyugtatott meg soha. És akkor te izgulós voltál? Te már sokkal előtte izgultál, vagy csak rögtön előtte? Évekkel előtte. Nem már. Neked már óvodában összeugrott a gyomrod, mi? Mikor mondtak, hogy édes gyerekem, egyszer le kell érettségizni. Pedig én csak a kis pacit akart. Igen. Figyelj, nekem még a bölcsesség fogam sincs kibújva, nem hogy érettségi, tehát hogy így ez a két szó összefügg. Egy új szintre emelted a későn érő típus, mint olyan. Na tényleg, úristen. Hát, na, elkezdtem a középiskolát, és már akkor ez, hogy úristen, érettségizni kell. Csoda, hogy még élek, vagy egyáltalán idáig eljutottam. Na, látod, most ebbe segítenek, akikről itt az előbb beszélgettünk. Úgyhogy de hogy majd, segítenek hát, egyébként? Hát, egy kicsit ilyen mentálhigiéniás, tudatosabb rákészülés és egyéb ilyen izgalmakról van szó, szóval, úgyhogy majd hallgassad meg jó. Az elejét a podcastnak, és akkor majd na, jól megtörött is. Na, viszont, ami miatt itt hívtunk, az... Hogy kell a kenyeret rendesen becsomagolni? A főmérnök úr posztolgat mindenféle szajtrokról, kenyerekről. Bennem felugrott egy csomó kérdőjel, úgyhogy ezt most jól megbeszéljük veled. Mi történik itt? De most komolyan, Gedzó, tehát, hogy nálad is kiverte a biztosítékot, hogy a szelet kenyeret csak így beledobom egy bocsánat, nem reklámozok, ja, tehát, nyugodtan. Hogy egy papírzacskó. Tehát itt van. Itt most látja mindenki. Mind a kettő. Akkor egy alsó neműt árusító voltnak a... De fölösleges technikázni, hiszen itt van minden látszódik. Hát, hogyha előtte nem, ezért nem tudom, tehéntrágyát pakoltál bele, akkor nem annyira veszélyes, csak hogy ez így kicsit puritán. Vagy hogy is mondja a fogalmazat? Jó! Igen, mert reggel nekem sosincs időm. Ja, mindig ezzel jövök. A Gezzo Podcastben is ezzel jöttem, hogy igen, sosincs időm hát, semmire. Tehát már mindig ha nagyon picit rutinosabb lennél, akkor azt mondanád, hogy te ökotudatos vagy. És nem használsz csomagoló papírt. Jaj, de kedves tőled.
mert akkor az meg nejlonzacskó, mire az lebomlik? Tehát, hogy ilyen, akkor valami gyorsan valami ideológiát kell gyártani mellé, és akkor már meg is tudod magyarázni. Csak adtam egy tippet. Igen. Nem csak az érettségizőknek van szüksége mentálhigiénés és tanácsadásra. Szép. Szép adom. Oké, okay, szóval ez hogy néz ki? Tehát, hogy megvan a fejedben az, hogy mi lesz a kaja, és akkor már a csomagolásig nem jutsz el tudatosan, csak hogy jó, kell hozzá kenyér, dug, berecsap, és akkor, mert ha mindezt egy ételhordóba csinálod, akkor az annyira nem veszélyes, de így, ha csak így bele van hajítva a kenyér. Igen, mert már arra nem jut idő, hogy, tehát, hogy külön hozom a vajat, a kolbászt, tehát, hogy én azt sem szeletelem föl, a kolbászt is harapom. Nem tudom mit mondani. Tehát, hogy én nem gyártam szendvicset. Erről egy videó legyen már, ahogy így... De nem, az a baj, hogy előttem van az Adri, ahogy így szépen fölöltözve, megvan csinálva a haj. Majd az a típusú, amikor a kis ujjad és a tenyered közé szorítod a szalonnát. A hüvelyk mutató között van a szalonna, a másik bicskával meg így valahogy kanyarintod. Óriási. Jó, tehát csináljuk egy Várdai Adriel kolbászt ezt a videót. Esküszöm, ilyen videó kell, de komolyan mondom. Ja. Ezt én igénylem. Na, ezt de onnantól kezdve, hogy kipakolod a táskából ebből a csodás. Tehát nem pakolja ki a dolgokat. Abból leszik ki? Nem. Azok valahogy úgy kikerülnek. Ez csak így lesz. Tehát nincs e fajta tudatosság. Tehát így... De a legjobb, a fel... De van, hogy tányért se rakok alá. De erre mondom, csak így naturba. Hogy valahogy kikerülnek a dolgok, és akkor... Milyen immunrendszered van neked, hogy ez legyőz mindent? Hogy van ez? Na jó, hát... De egyébként rájöttem közben, hogy mi van. Hát, hogy ez az alsó neműs szatyorba, hogyha mész az utcán, az úgy nem tök fel. Igen. Most gondolj bele, egy ilyen piros tetejű ételhordóval klapfogná be, azért az nap. Nézd a várnait, amennyit eszik. Tehát, hogy... Nem, ez nincs. Vett egy új bugyit, érted? Az úgy oké. Az úgy Istenem. De lassan tényleg az a baj, hogy arra a szintre fogok lesüllyedni, mint a milyen Melinda volt az az énekes, opera énekes, tudod, aki az egyik tehetségkutatóban. Szí, Melinda, vagy mi igen, volt, tudod, igen, ilyen csíko, ezzel a csíkos szatyorral járt. Ez volt a védjegye. Hát ne tudod, ügyes, melyik az igen, a... Igen, most már tudom. Piacra járó csíkos. Jaj, Istenem, most tényleg már most azt következik. Jaj, hogy ez a banyatank. Úristen! Jó, na jó, szóval. De figyelj, tehát nem létezik, hogy mindenki szendvicset gyárt, meg van ideje becsomagolni egy szelet kenyeret. Ez nem létezik, hogy nincs rajtam kívül más ember, aki ugyanígy csinálja. De én az igazság, hogy én így csinálta egy időben, sőt erre komplett kampányt építettem Genyaszanya néven, tehát hogy ez azért ne ügyeskedj. Egy szendvics készítés az maga a művészet szerintem. Úgyhogy arra időt kell szánni, hogy abból az úgy nézzen ki a végére. Oké. Hát nem tudom. Jó, hát akkor valami... nem tudom, egy tanfolyamat kéne nekem. Pont ezt akartam mondani, hogy valami felzárkóztató. Úristen, beszorult a levegő, vagy itt az oldalamba. Jaj, de rossz. Jaj, Istenem. Valaki masírozza ki. Ne haragudj, mert itt tönkretettük az egészségi állapotodat. De tényleg, így egészségkárosodást szenvedek ettől a podcasttől. Jó van. Hát figyelj, én szívesen fogadom az ilyen típusú dolgokat, amikor ilyen fényképek jönnek velem szembe a Facebookon. Legalább az egy kicsit felüdülés, úgyhogy Isten tartsa meg jó szokásodat. Én örülök. Én nem gondoltam, hogy ezzel ekkora sikert aratok. Elnézést, bocsánat, tehát itt azért kicsit kézifékezünk. Tehát a siker az minimum 50%-ban az enyém, hiszen én fényképeztem le, és én osztottam meg ezt a csodát. Igen, mert megtalálod a témát, látod? Akkor végülis te vagy a Várnai Adriennek az influencere. Jó gondolom? Hát, szóval minimum 50% részesedést azért kérnék ebből a sikerből. Köszönöm. A szegény ember fut porna. Köszönöm. Kinek miut, mindig ezt mondom. Jó van, akkor köszönjük szépen, és akkor hagyjunk tovább bármit is csinálni. Ha éppen enni fogsz, akkor jó étvágyat kívánunk hozzá. Jaj, cukik vagytok, hurkázok. Jó. Remélem lesz időm feldarabolni. Na, pucillak benneteket. Okay. Puszilás, hello. Jaj, na és akkor itt ugorjunk át, ha már Facebookon megtalálható nálad legalábbis az Adriennek a kajája. Hát itt van mind a kettő, tehát ez két napnyi. Tehát nem az, hogy ugyanaz a szatyor van lefényképezve, tehát ez két nap egymás után. Aha.
Vagy lehet, hogy nem egymás után, de tehát az a lényeg, egy nap hogy... Difivel, tehát hogy egymás, nem messze egymástól. Igen, így van. Jaj, na és akkor még egy dologról beszélünk, ami szintén a Facebookon létezik, és hát a főmérnök úr nem tudta ezt, és én múltkor rávilágítottam, ja, hogy van egy ilyen, és azt mondta, hogy tehát megváltozott az életem. Megváltozott az életem. Teljesen egyértelmű, úgyhogy tehát amióta csatlakoztam, tényleg egy más ember vagyok, más ember lettem, ez pedig az a csodálatos Facebook oldal, ami arról szól, hogy... Itt mutatjuk, minden nap ugyanaz a kép egy tyúkról. Ez a Facebook oldalnak a neve, és íme tyúk, minden nap ugyanaz a kép. Semmilyen változás nincsen, és önmagában az, hogy ezt a képet, hát én ezt rendszeres követője vagyok már régóta, hogy nem is a tyúk a megfejtés, mert hát ez minden nap ugyanaz, hanem az alatta lévő kommentek. De nem, tehát meglátom. Zseni. Én meglátom a képet, és 5 percig röhögök. Nem tudom, ki csinálja, de köszönjük. Tehát, hogy ez egy ilyen társadalmilag egy ilyen, ez kell. És azok tényleg azok a hozzászólások, hogy gyönyörű. Ez mintha ma szebb lenne, mint tegnap. És akkor itt van, fantasztikus. Tyuki, te napról napra szebb vagy. Ma nagyon csinos. És ugyanaz a tyúk minden nap. És mennek a kommentek, olyan szép tyúk, szívecske. Tehát, hogy ezek, és ez így megy minden. Van, aki csak annyit odaír, hogy tyúk. Akkor van aki megkérdezi, hogy pedikűrösnél volt. Tehát, hogy teljesen háborodás az egész. Minden nap ugyanaz a képet tyúkról. Jó? Tehát, hogyha valaki esetleg kedvet kapott, nem mi csináljuk, úgyhogy nem, de 25 ezer követője van. Szerintem erre van igény. Bőven. Úgyhogy szerintem érdemes bekövetni, hogyha éppen. Igen. De vissza a kenyérre meg a táskára. Az első fénykép az február 19-én hétfőn készült, a második pedig február 22-én csütörtökön. Na, kérem szépen, akkor így a hivatalos. Úgyhogy... És akkor térjünk rá egy picit az amerikai kosárlabdának a... Hát, amikor erről beszélünk, akkor... Legsötétebb, legmélyebb és leg... Nem is tudok jó jelzőt mondani, amivel így ki lehet fejezni ezt a fajta, nem is tudom mit. Tehát ez ilyen csalódottság, keserűség. Tehát ha azt gondolná az ember, hogy megérhet a világ a pusztulásra, akkor csak bólogatni tudunk ez ügyben. Ugyanis... Tehát hogy vannak ugye ezek a már emlegetett szekunder szégyennek és a többik, tehát tehát írtó kellemetlen, na. Szóval azt történik, az hogy volt az All-Star-döntőről beszélünk. All-Star Game nevezető dolog, szerintem ezt már nagyjából említettük múlt héten, ugye Kelet-Nyugat gálának hívták ezt Magyarországon sokáig, sőt még valószínű, hogy az Egyesült Államokban is lehet, hogy valakinek így volt meg, de ez az All-Star Game. És hát az történik, hogy hát egyrészt, hogy érkezik egy mérkőzés. Ugye ezekre a játékosokra, akik a ligába játszanak, az amerikai kosárlabda ligába, ezekre lehet szavazgatni, hogy ki kerüljön be ezekbe a óriási sztárok közé. És akkor nyilván hát a legnagyobb sztárok azért bekerülgetnek, és akkor ők játszanak egymás ellen. Na most el tudjuk képzelni, hogy ez milyen, mennyire komolyan vett. Egyébként a 90-es években ez még egy teljesen komolyan vett dolog volt. Tehát ott ténylegesen ment a harc. Na most ez mára egy gyakorlatilag egy ilyen Harlem Globetrotters szintre nem, süllyed. Nem, mert az vicces. Az direktbe vicces, az ott, igen, tehát ott az se vicces egyébként, de ehhez képest mindenképpen vicces. Mindenképpen szórakoztató. Na most itt is leginkább a szórakoztatásra megy már a dolog. Csak nem sikerül. Na most, hát azt keresem pontosan, hogy mi lett a pontos végeredmény ennek a mérkőzésnek. 211-181, hogyha jól emlékszem, de mindjárt. 211 pont az egyik csapatnak. Tehát hogy el tudjuk képzelni, micsoda rettentő védekezés volt. 0. És akkor ilyenkor ugye... Ne, 211-186 egészen tessék, pontosan. Na ezt akartam, csak nem találtam meg. Szóval, hogy ez így történik ott, és akkor azt nézik emberek. Nyilván az már önmagában egy mutatvány, hogyha az ember szurkol valami csapatnak, amiben játszik mondjuk két híres játékos, és mondjuk jön egy másik csapat oda, ahol ők játszanak egy másik két-három híresebb játékos, és akkor azt egyszerre 5-6 ilyen játékos lehet látni a pályán, az már egy ilyen örömünnep. Na most itt meg ugye gyakorlatilag az egész ligából a legnagyobb sztárok vannak egyszerre egy helyen. Most azt, hogy ezt mennyire minősítjük még kosárlabdának, vagy nem, azt innentől kezdve bárki rábízik. Kosárlabdával játszott valami. Kosárlabdával játszott valami, és akkor ott el vannak. Mindenki jól érzi magát, nagy show műsor ez is, igazából már nem is a kosárlabdáról szó.
szól, vagy hát annak inkább valamilyen ünnepe talán. Csak szerintem nem így kell ünnepelnie egy sportágat. Tehát értem, tehát mindent értek, hogy a közönség kiválasztja azokat, akik benne vannak a kezdőötösben, aztán az edzők még mögéjük rakják a cseréket. Tehát ez mind oké, de ahogy mondtad, 90-es években, 2000-es évek elején ennek tényleg még volt sportértéke, kosárlabdamérkőzés volt. Hát csak, hogy mennyire, hogy mondjam, tehát egy viccparádé volt az egész. A nyugat az egyetlen egy büntetőt dobott, a kelet az négyet, tehát öt büntetődobás volt az egész mérkőzésen. Tehát, hogyha így egy csapat védekezik a másik ellen, akkor azért, hogy mondjam, tehát statisztikailag negyedenként össze tud jönni ennél legalább egyel több büntetődobási mondjuk így esemény, hiszen próbálják blokkolni a dobást, közbe lépni a passzoknak, és a többi. Tehát az egész ebben a formájában hát már nem kosárlabda. Nem biztos, hogy így ha ilyen őrületesen nagy dolgokat, meg kifejezéseket használunk az NBA-nek az érdeke, meg a javászolgálja. Hát ez már gyakorlatilag nem is csapatjáték, amikor az ember félpályára dobálja a labdát, tehát hogy ennek már úgy gyakorlatilag szinte semmi értelme nincsen. Vagy például amikor a Jokic meg a Doncic lesepattintják a labdát. Nézzük meg ezt. Tehát se pattintják a labdát, csak dobigálnak egymásra. És akkor így mennek mellettük a többiek, és így jól érzik magukat. És akkor végén valaki bezsákolja. Na jó, szóval, hogy igen, szóval ez inkább egy ilyen látványos valami gála műsor már, mint kosárlabdázás, az biztos, de hogy van egy ember ebbe az egészbe, aki miatt megéri igen, ezt nézni. Igen, tehát ő ad reményt nekünk. Ő ad nekünk reményt, ráadásul szomszédországos férfi, nem tudom, ez nem jött ki normálisan magyarul. De teljesen jól jött ki. De hogy innen is. Mr. Jokicról van szó. Tehát Ha van zseniális, és a pont azt beszélgettük, hogy van hivatalos mémje az NBA-nek, akkor a Nikola Jokic az. Tessék megnézni ezt a képet. Tehát a két csapatnak a képe. Itten található rajta Jokic, aki látszólag nagyon élvezi. Itten nagyításban meg tudjuk nézni. Tessék. Nikola Jokic éli ezt a helyzetet. Ő az a típusú munkavállaló, akinek így a csapatépítőre így kiosztanak valami feladatot, de ő a halálcnára kívánja az egészet. Tehát, hogy ő elmegy erre a csapatépítőre, mert mondták neki, hogy azért el kell ott menni. Kell lenni, meg kell ott jelenni. Kell lenni, és tényleg. De hogy ő Isten igazából bemegy, megcsinálja a dolgát, de ő nem akar ott bohóckodni. Ő megcsinálja a munkáját frankon, de el kell menni a csapatépítőre, és a csapatépítőn valami hülye sorversenybe, vagy ott be kell állni, aktivitizni, vagy mit tudom én, valami pánsipon kell eljátszani a Marseille-t, nem tudom. Tehát, hogy valami maraságot kell odaadni, és ő neki nem akarja. Ő bemegy, megcsinál dolgát, azt hagyják őt békén. És hát Nikola Jokic, hát csak nézzük meg, hogy ez a... Ezt keresek én itt. Minek jöttem én ide? Ki? És közben, hogy látjuk a többieknek az arcát, akik viszont, gyerekek, hát ez valami olyan elismerés, hogy én itt lehetek, hogy az valami zseniális. És mindenkinek fülig érő száj, 62 fokos amerikai tévémosoly, és csodásan érzik magat. Jók is meg. Azt nem, hogy otthon lennék a lovakkal. Igen, kerül. mi lehet a ráróval? Mert lehet, hogy már most megint nem eszek rendesen. Szóval kb. Abszolút nincs ott. De zseniális figura, ez tény. Tehát, hogy nem tudunk mellette elmenni szó nélkül, mert jaj, imádjuk a faszit. Ja, és akkor közben ugye meg volt ez a, ami már, hogyha ezt egy ilyen showműsornak, akkor a showműsorának a showműsora az, amikor már ilyen zsákoló verseny van, hárompontos dobó verseny, stb. Ilyen bizgentjük vannak. És hát ugye ott meg aztán világított a pálya. Ugyanis LED-ből lett kirakva, úgy festettek föl rá akkor, amit akartak, reklámok, mindenféle mutatvány volt. Nem tudom egyébként mennyire rohadt zavaró az, hogy téged ott alul világít valami. Szerintem biztos, hogy nem lett valami kényelmes azon ott akármit is csinálni. És hát a tavalyi, és ezt is akkor meg akartam keresni, mert ez nevekbe, én világszara vagyok már, bocsánat. A srác, aki megnyert a zsákoló versenyt, aki tavaly is megnyert a zsákoló versenyt, egy
Jaj, a Philadelphiai amatőr csapatból itt van a neve. Hát nekem is, csak kimondani kéne tudni. Azt akkor már lennénk egy kicsit előrébb. Mac McLow, igen. Mac McLow, aki, hát nem tudom, tehát hogy ő ez igazi ugróbugris. Tehát, hogy nem tudom, mi emelkedése van, egy ilyen 1 méter, 1 méter 20 közt satszolnám, így kapásból. Embereket átugorva, akár a Shaquille O'Neal, aki ugye nem egy kistermetű férfi, átugorva labdákat, flikflakkolva, mindenféle trükköket alkalmazva, idén is megnyert a zsákolvasányt, mint tavaly. Nem tudom, egyébként volt egymás után kétszer, aki egymás után nyert. Zach LaVine. Zach LaVine megnyerte kétszer egymás után? Igen. Chicago Bulls játékos. Akkor még Minnesota játékosként, de igen. Most ott van még a Chicagóban? Igen, ott van. Szerintem még. Ott van még. Ott van még, igen. Oké, szóval aki szeretné, interneteken utolérhető az összes létező mutatvány ezek közül, úgyhogy aki ilyen showműsort szeretne látni, az nézegessen nyugodtan. Én már nem mondtam erről, hogy én ezt éjszaka fönnmaradjak, és ezt így nézegessem. És az az igazság, hogy még meg sem néztem, tehát hogy ha ezt így, ugye utólag azért utólag lehet ezt érni interneteken, de hogy még arra annyira se érdekelt, hogy én ezt megnézzem. Tehát ezt a 3 darab videót, amit így a Jokic Doncsics párosról, meg a mit tudom én, a félpályáról behaigált kosarakról, meg egyebekről megnéztem, 2,5 perc körülbelül ennyit időt szántam erre az egészre, úgyhogy pedig én szeretem a kosárlabdát. Igen, de így... De hogy az így már, ez, akkor megnézem a Harlem Globetrot, ezt tényleg, akkor azt tudom, hogy ez kb. Arra számíthatok, és akkor nagyjából megvettem a dolgokat. Jó, azt nem tudom, itt mondtam-e már, megkaptam, kérlek szépen, ez most még lehet, hogy neked is egy újdonság ez az információ, megkaptam, és akkor várjál, elklikkeltem, hogy mi a hivatalos neve ennek, figyelj, már is mondom, itten van, megnyitom, az amerikai futball 2024-es szabálykönyve, ez a magyar-amerikai foci hivatalos kiadványa, kérem szépen, ezt megkaptam, ez így néz ki, és ezt azért kaptam én meg, mert akkor most itt elárulom mindenkinek most már, hogy ha eddig nem mondtam, hogy mész a training campre? Hogy a Guardiansnek én leszek a helyi kommentátora. Ó! Úgyhogy most tanulok ilyen, köszönöm szépen. Szóval, hogy a Guardians hazai meccsén én fogok ott mikrofonba beszélni, és akkor mondom, hogy ott úgy nagyjából leközvetítem. Nem csináltam még ilyen sporteseményen ilyet, úgyhogy most mindenféle karjelzések és egyéb szabálytanulásban vagyok, hogyha esetleg még valamit nem tudnék. Ez egy nem egy hosszú szabálykönyv, ez egy 300... De legalább nem rövid. 300, 237 oldalas. Jó, a képeket nem kell nézegetni olyan sokáig. Jó, a képeket nem kell, de hogy kb. Milyen sisakok vannak, azok mondjuk annyira engem nem is érdekel, de hogy ilyen bírói karjelzések, szabályok és egyéb elnevezések, meg mit tudom én, ezeket én gyorsan majd itt bemagolom a következő időszakban. Április 6-a vagy 7-e vasárnap lesz a, nem tudom, most az meg. Küld már, majd meg kíváncsi vagyok. Na, úgyhogy lesz ilyen is, úgyhogy Guardians-en is várok mindenkit, sok szeretettel lehet majd jönni a amerikai focit nézni szegedieknek. Hajrá, Guardians! Jó, de természetesen mielőtt kezdődik a szezon előtte, majd valakit felhívunk. Hát úgyis, igen. Felhívunk a csapatba, és akit jó, megkérdezzük, azt mondja, az Ernő lesz az, aki a vezető edző. Úgyhogy én már izgulok ez miatt egy kicsit, pedig még azért jócskán odébb van a mutatvány, de már tolományozom a szabálykönyvet, úgyhogy próbálok mindent beleadni, hogy ez működőképes legyen. Jó, ennyit akartunk már. Akartunk még valami mást? Időben is már jók vagyunk teljesen. Nézve meg a jegyzetet, mintha lett volna valami felírva. Nem volt, már mindent megcsináltunk. Érettségiztünk, NBA volt, Adrit hívtuk, Jokic, minden volt. Ja, voltál Debrecenben is, jó van. Azt már az elején megbeszél. Igen, meg hogy közben behoztam itt egy kép a tyúkról. Igen, 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 az nagyon fontos. Nézzük már meg még egyszer. Hát gyönyörű. Tényleg az elő sem volt rossz, de most mintha jobban néz neki. Fogyott kicsit, nem? Csodálatos. De teljesen komoly. A betegség. Jó van, nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is Szeged Podcast, mindenki tartson velünk, mondja mindenkinek, milyen jó volt, mikor minket nézett, meg hallgatott, és akkor jövünk jövő héten. Vannak is. Ilyen emberek? Hát hogy ne? Muszáj, tehát, hogy aki megnézte, azt mondja, nem volt rossz. És akkor így mondja, hallod, Tibi, ez nem volt rossz. És akkor így jönnek új nézők, mondják, ez borzalmas volt. Emberek ismernek Tibiket? Biztos, hát egy Tibi valaki ismerősöd van, nekem van egy csomó Tibi ismerősöm. Kell legyen Sanyi ismerősöd, Márk legalább egy-kettő, okay. Kell László legyen, ismerősöd legyen László, legalább 2. Ha nincs, akkor valakit azonnal Facebookon. Jó, puszi mindenkinek, ezt nyom meg!
Éva, én csókolom. Hosszú és eredményes életet.